Na sziasztok, Zsumi vagyok, hello! Jöjjön egy érdekes videó, mint már a címből látjátok. Most ki nem tudom mondani, hallod ezért a címét, basszus. Obduction. Megnéztem, csaltam, de mindig elfelejtem. Szóval Obduction című játék, ez egy belső nézetes puzzle játék. Ilyen gondolkodós, összerakos, menős, nem lövöldözős, hát puzzle, ilyen kitalálós játék. Feladatokat kell megcsinálni, úgymond kitalálni a rejtély nyitját. Nem az én világom ez a fajta játék, viszont tudtam el, az az első olyan ilyen jellegű játék, ami Unreal 4.0-as grafikai engine-re készült. Megpróbálom nektek a lehető legjobb minőségben felvenni a videót, amit a jelenlegi gépem tud. Az a helyzet, hogy gyerekek, ez a játék már nem viccel, Full HD-ban, Max grafikán már bevesz akad. Ehhez már komolyabb videókártya és komolyabb gép kell. De azért megpróbálom nektek a lehető legjobb minőségbe. Igazság szerint, amiért én ezt a videót csinálok, nem játszanak ilyen játékkal, ezt a videót azért csinálom, mert a grafikája gyönyörű, és szeretném, ha látnátok, legközel olyan minőségű, mint ahogy én látom itt az arcom előtt a monitorom. Szóval menjünk is. Nézegessük, lassan megyek. Akit érdekel a történet, az olvassa a feliratot. Egy idegen világba kerülünk egyébként. Sokkal többet nem tudok történet, hogy megmondom őszintén, annyira lenyűgözött a grafika a anyád, hogy egyszerűen nem tudtam figyelni a játékra, gyerekek, hogy maga a játék milyen, meg mit tudom én. Ezt fogjátok fel úgy, hogy egy ilyen grafikai bemutató. Ami a lényeg, hogy néha be fog akadni egy srácok. Mint előbb mondottam, ez már brutális gépigénnyel rendelkezik. Amit még nem mutattam meg, meg akarok mutatni nektek, az a beállítás, a grafikai beállítás, jelenleg így van, így próbálom nektek fölvenni. Motion Blur-t leúztam, a Field of View azt nem szoktam állítani, a Resolution Scale az mehetne 200-ra, de akkor 1 FPS-em lenne. Ez alapból 100-on van, én egy kicsit följebb toltam 140-re. Water High, ez a maximum, a többi mind epic. Full screen, V-Sync-on, meg Full HD. Úgyhogy ez ilyen, srácok, így fut. Alapján véve nem fut rossz egyébként, csak vannak effektek, aminél teljesen lehal. Majd mindjárt meglátjátok. Úgyhogy megyünk. Közben nézegetjük, ez gyerekek, ez zseniális, ez a repülő valami. Azt a kurva életbe, de szép. Zseniális. Na, majd meglátjátok, próbálok lassan menni, hogy tényleg ez a következő grafikai szint szerintem PC-n. Ennél már csak szebbek lesznek, mert ugye ez egy minél nagyobb cég, annál jobban tudják ezt az engine-t használni szerintem. És ez nem egy olyan pluszás játék szerintem. Jábbis én csak most hallottam róla először. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoznak ki belőle. Igen, itt már egy kis szaggatást lehet tapasztalni, ugye. Tűzeffektus meg minden. De szép, 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 szép. Megyünk, srácok, megnézzük, hogy milyen. De mondom, ehhez már 4K-ba, gyerekek, atomerőmű kell. Itt van ez a valami megint. Nagyon szép. Szép a víz is, a sziklák is. Szóval zseniális. Hú, nagyon fúj már szél. Na, itt most valamiért megálltunk. Ó, ott jön ez a cucc. Wow! Na igen, most jön a... Szerintem csak gyönyörködjetek úgy, mint én. Ez valami
Nézd ki valami magyarul a jégkorszakból, mindjárt jön a motkány. Azt a kurva. Nagyon szépek ezek a fényefektek egyébként, talán Unreal 4-be. Rendesen vakit gyerekek, azt a rohadt. Na igen, itt tesz a kis beakadás. Obduction. Zseniális, zseniális. Játszottam a játékkal, addig megyünk, ameddig megfejtettem a továbbjutást, ami nem sok, de bemutató videónak mindenképpen elég. Viszont ez szerintem nem live való játék, nem is videóba, ez maximum akkor videó képes, hogyha már egyszer végigjátszottam, mert itt tényleg gyerekek órákat el lehet tölteni, mire rájössz, hogy mi micsoda. Itt egy lámpás. Wow, de jól néz ki. Lehet forgatni. Meg be is lehet kapcsolni, ha jól rémlik, csak nem tudom, hogy. Így. És akkor lehet nézni az árnyékjátékot. Zseniális. Na menjünk, srácok, itt vagyunk. Remélhetőleg azért a 30 frame megvan, amit most nem látok, de reméljük, hogy megvan. Babám, és ide kiérünk, és itt kaptam sokkot, amik először láttam. Lőttem egy képet, és háttérképnek simán jó. Mindenféle hozzányúlás nélkül. Bocs, hogy az orromot buzerálom, de nem akarok visszenteni. Zseniális. A föld is, minden. És ez tényleg majdnem. Ez 4K-ba full resolution scale-lel. Szerintem hojjeldobós. Controls az a WASD, egérkat jobb bal. Van egy space, amivel hát nem is nem hiába lett ilyen szép, tettek bele egy fényképezős dolgot, megnyomom a space-t. Akkor fotóz egyet, ami a játék könyvtárában egy JPG fájban, max felbontás, max minőségben megjelenik. És akár már oszthatjuk is meg. Szóval bármikor tudunk fotózni, külső program használta nélkül. Ami egy tök jó dolog. Na, itt vagyunk az első ilyen kis bizbasznál. Ami egy videó felvételt játszik le itt nekünk, durván. Nagyon jó beleillik a környezetbe egyébként. Olyan, mintha való életben látnánk egy ilyen hologramot, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Na jó, megyünk. És ugye nem a sztorira, hanem grafikai élvezkedést nyújtunk. Itt van ilyen érdekes világ egyébként. Itt elnézegettem jobbra-balra, most is elmegyünk. Kicsit beszaggatunk azért, bocsánat, de tényleg mondom, hogy azt akartam a lehető legjobb minőségbe. Lássátok ti is, meg is próbálom úgy kirenderelni a videót, hogy tényleg nem baj, ha órákig tölti fel, de maximum minőségbe menjen fel. Ugye hát 4K-ban nem tudom fölvenni, esélytelen. Úgyhogy marad a Full HD, de remélem, hogy azért így is lesz azért elég szép. Itt van egy ilyen érdekes világ elválasztva, tök jó, itt a kettén vágva. És mintha egy búra alatt lennénk, ugye. Nézd meg. Nem tudom, ki látta a Búra alatt című sorozatot. De ez kb. Olyan jellegű. És nagyon brutálul néz ki. Szóval vannak itt ez a sinek. És... lehet nyitogatni az ajtókat már, amit lehet. Ide is be lehet jönni, de egyelőre itt nem találtam semmi érdemlegeset. Az a lényeg, hogy a sineken van váltó. Szóval valószínűleg ezt a sineket majd használni kell valamire. De jelen pillanatban még nem jöttem rá, hogy mire. Több felé el lehet menni, de mindig oda, ugyanoda lyukadsz ki egyébként. Az első, ahol kiukadunk, az ez a ház. Így, beletszen azért, beletszen a téma, de nem lehet akármerre elmenni. Megvan az adott útvonal. Nincs ugrásgomb, tegyük hozzá. Szóval, ja, ez egy azért puzzle játék. Nem akarták, hogy fel tudjunk olyan helyre ugrani, ahova nem kéne.
Igen, néha-néha beletszen gyerekek. De nem baj. Kúra szép, az a helyzet kúra szép. Aztán egy ugróiskola, de jó volt az a régen. Ez egy ház, egy kiragadott ház, valahonnan, mintha csak így kitépték volna. Nagyon komoly. Gondolom ez a mi házunk lehetett, ahonnan mi származunk. 1436. Itt van egy country center. Itt egy néni beszél. Szia! Házba nem lehet bemenni. Egyelőre. De majd bemegyünk később. Vagy nem tudom. Na most egyelőre menjünk arra, amit meg tudtam csinálni. Fú, gyerekek, de jól néz ki. Bocs a köhögésért. Szóval megyünk erre. Várjál, nem erre. Mert ott van az a piros lézer. Kaktusz. Jól néz ki a kaktuszbá. Zseniális, zseniális. Itt van egy régi veszte. Mi volt az a méhecske? Vagy mi a szar? Csak ilyen robot repülő méhecske. Szóval itt vannak ezek a váltók, amit lehet váltani, de ugye még nem tudjuk, hogy mire való. Legalábbis én még nem jöttem rá. De majd később lesz valami lényege biztos. Szóval itt van egy ilyen kis... de beakadtunk. West End falu. Hát ide már kell a 10-80 gyerekek. Legalább kettő. Szóval itt van egy ilyen kis West End falu. Most ezeket a dumákat nem nézzük meg. Ez van, bánya bejárat, de ott se volt semmi. Itt föl lehet menni, ki van halva az egész. Itt is egy váltó. De nem tudjuk, hogy mire való. Itt van egy kis malom, egy kis kertel. Egyébként valamikor 2-3 órát mászkáltam itt. Szóval azért mondom, hogy nem videóba való. Ez is jelezve, hogy be kell rivarítem, szóval valamit kapnék, ha arra mennék, de nem találtam még egy ilyet. Tehát arra meg nincs semmi. Itt egy gerebje. Ezt mondjuk meg sem néztem, hogy ez tud-e valamit. De úgy nézem, hogy semmit. Erre mentem be. Itt van két ilyen lézerfény, aminek lesz jelentősége szerintem a későbbiekben. Elég jól néz ki. Egy kék és egy piros. És itt van egy gomb, amit egyelőre még hiába nyomkodok, mert semmi hatás. Csak amit én meg tudtam csinálni... itt repül egy ilyen bizbasza. Szóval amit én meg tudtam csinálni az az, hogy itt bementem. Itt el. Itt van egy durva jó vízesés. Ami kurva jól néz ki, és kurva jó a vizes szikla is. Szóval ezen fölmentem. Remélhetőleg most is fog sikerülni. Igen. Zseniálisan néz ki a játék, gyerekek. Szerintem nem találok szavakat. És ha optimalizásban az Unreal 4 ilyen jó lesz, akkor szeretettel várom a következő játékokat Unreal Engine-nel, gyerekek. Például az új Gears of War 4 remélem legalább ilyen jól fog futni. Szóval ide még föl tudunk menni. Így, erre. És akkor itt van egy olyan, ami itt leengedi a vizet, hogy majd ott tovább tudjunk jutni. És ezt meg is tesszük gyorsan. Akkor szépen elfolyik a víz. Látjátok, itt megindul a víz lefele. Frankon szépen. És ott növekszik a vízszint, ami nekünk kell ahhoz, hogy ott majd tovább tudjunk menni. De erre mire rájöttem? Rögtetek volna szerintem. Na és akkor visszamegyünk. Valószínűleg ebbe az épületbe is be kéne menni. De egyelőre nem lehet.
Sem. Erre van még egy ajtó valahol itt máshol. De egyszerűen itt nem tudunk semmit csinálni. Ezzel semmit próbáltam. És más ajtó nincsen, csak ez. Na már most. Várjál, itt jöttünk le. Itt is vezet egy sín. Ott van rajta vonatban az, vagy valami. Tényleg. Szóval az fog majd nekünk kelleni előbb-utóbb. Jó, most ezek kész a dolgokat. Na visszamegyünk. Aztán mutatom már, hogy még mit találtam. Előrejelzem, srácok. Biztos lesz, és szerintem lesz, akinek tetszeni fog. És fogja írni, hogy folytassam, hogy most szólok, hogy nem. Nem lesz belőle több videó, és azért nem, mert nem akarok 80 órán keresztül játszani, mire az idióta fejem rájön valamire. Nem, meg nem, szeretem, nem is folyok oda az ilyen puzzle játékokért. Úgy nagyon. Na, megyünk tovább. Amire még rájöttem, hogy itt lehet csöngetni. És akkor kijön egy bácsi, ha minden igaz. Igen. Igen, jött egy bácsi. És beszél nekünk arról, hogy kellene áramot juttatni ide. Rossz időben érkeztem ide. Bocs a köhögésért, srácok, de... Valami... Nem tudom, allergia, vagy a fene tudja mi izgatja a torkomat. Igen, izgatja. Szóval a lényeg, hogy itt elmondja, hogy áram kell. És én abból indultam ki, hogy itt van az áramvezeték, ami oda vezet, szóval mindenképpen arra kell menni. Kábbis én így ezt tippeltem, és valamennyire be is jött. Szóval itt kell átjutni. És nagyjából ki is matekoztam, hogy hogyan. Nem biztos, hogy most sikerülni fog. De úgy rémlik, hogy ezt a felét kellett fölhúzni. Ezt a felét meg... Ja nem, így ennyi. És akkor ez. Na, vagy mégse. Ha valahogy nekem ez elfordult, gyerekek. Nem, már most fogok megint rájönni, hogy hogy. Talán így. Mindjárt kiderül. Aha, így. Ez így nekem elfordult. És átjutottunk ide, ahol még jobban fog akadni a sok fa miatt. Viszont ha ezt visszacsukjuk, akkor itt is tudnánk mozogni. Na mindegy. Megyünk tovább. Nagyon szép, csak szénné akad. Ugye itt már azért... Ez ilyen 25 frame körül mozog most egyébként nagyon. De szép, és nagyon szép. Húha. És akkor itt találtam egy ilyen érdekességet. Ami egy motorszeriség. Hát, hogy így megy körbe, tök érdekes. És az a lényeg, hogy ezt lehet forgatni. Van egy gomba falon. Csak ugye még nincs benne áram. Mert ugye most áramot kell csinálnunk. Ugye itt vannak vonatok. És itt van egy mozdony. Meg ott van az áramközpontszerűség. De ugye ott most elvileg nem működik. Még, mert valószínűleg még nem csináltam meg semmit. Szóval itt van egy ilyen kis fasza áramközpont, nagyon durván néz ki. És itt van a vonat. Amin találtam egy ilyen csövet, meg egy start gombot. Na most arra következtettem, hogy itt van egy fuel felirat, és empty-be van. Itt egy kapcsoló. Itt a gomb. Hogy gondoltam, hogy ez a piros a
benzin, vagy hát ezzel jön a nafta, gondolom. Úgyhogy ezt követtem idáig, itt egy kábel vezet tovább. És ugye itt találtam a benzinkutat. És ezt elkezdjük neki küldni keményen benzinnel. Most görgetek az egére, mert az olyan fasza. Parampam, és ennyi szerintem. Vagy nem tudom. A lényeg, hogy hallani, hogy megy a benzin. Még egyet. Reméljük elég lesz a nafta. Ahogy mennyi csak benzin, bácsi. Jó. Hú, még úgy is maradtak ezen. Itt meg nem tudok bemenni a benzinkútra, legalábbis még nem jöttem rá. Hú, ott van benne valami finomság. Wow. Ventilátor. Itt lesz, mi lenne mire rájönni egyébként. Erre nagyon körülse néztem. No smoking, hát akkor itt nem gyújtunk rá. Itt van egy telefonfülke. Itt se jártam még, lol. Lehet telefonálni, ahogy látom. De egyelőre még nincs hova. Itt egy tábla, amit ez is egy kiragadott paszt lenne valahonnan egyébként. Látszik az úton meg minden. Szóval ez a benzinkút valahol egyszer élt, vagy mozgott, vagy létezett. Menjünk vissza a vonathoz. Az de durva. Van egy olyan érzés, hogy a piros lézert ebbe a gömbbe kéne bevezetni valahogy. De több tippem nincs. Na szóval elvileg most már, hogy van benzinünk. Hú, nem, nem nyitottam meg a csapat. Ó, ezek. Ajaj. És nem jön a benzin, mert nem volt nyitva a csap. Akkor most újra lehet pumpálni. Ez így komoly. Akkor mégis csak azt gondoltam, most nem nyitom ki először azt a csapot, hanem elkezdek pumpálni. Mindegy, nincs messze. Gyerünk, haver. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Teker, 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 teker. Kell az áram. Nem visszafelé te. Hello! Remélem most visszaszívja. Na még egyet. Valamennyi áram most csak lesz. Aztán akkor jó lesz, gyerekek! Na nézzük meg, most azért valamennyi csak ment bele. Hallani, hogy jön. Ja, fullon lett. És akkor most van az, hogy ezzel a Prime gombbal nyomatok ide egy kis benyát. Legalábbis én tele nyomattam legutóbb. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Úgy. Na és akkor bom 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 bom. És mikor zöld lesz, akkor beindul. És futás, oké. Okay. És gyerekek, megvan az áramfejlesztő vonatunk. Van már áram. Na már most, amit még tudni kell, amire még ráértem. Igen, ez a rájövős játék, ez mondom tényleg azért nem. Néznénk 6 órán keresztül rájövök, mire egy dologra rájövök. Szóval erre el lehet jönni. És... van itt egy bunker kód. Most véletlenül kitalálnám, de röhögnék. Mekkora mák lenne, adnák is fel egy lottót. 12,88 plusz 15,47,8 25,10 66
11. Na jó, nem szórakozom. Szóval itt van egy kóros ajtó, valószínűleg ehhez a kórot majd valahogy meg kell szerezni. Lehet már el is haladtunk mellette, valami falra föl van firkálva, vagy nem tudom. Oda is vezet valami piros áram innen. Annak is lesz szerintem jelentősége. Ugye most a csávó, aki kérte, hogy kapcsoljunk áramot, az most biztos örül neki, de nem fog beengedni, megnéztem. És nem is mond semmi olyat, ami hasznunkra válik. Legalábbis én nem tapasztaltam. Véganalizáltam azt, amit mondott. Annyi biztos, hogy ezt most már lehet forgatni. Ugye már látszik, hogy zöld. És képes forogni. Nem tudom, hogy mennyire kell elforgatni. Viszont ide nem néztem föl. LOL. Szóval itt van ez a bolygószerűség. Ezt nem néztem meg. Ki van vésve. Érdekes, érdekes. Ja! Hát jó, hogy megnéztem volna. Ez mi? Azt a durva. Akkor tuti, ennek is van valami jelentősége. Wow! Szóval ezt lehet forgatni. Gondolom nem véletlenül így. Egyébként ki kell jutnunk innen, valószínűleg ez a feladat. Amennyit olvastam róla. A fák nagyon gépigényesek, de nem is csodálom. Amit még nem néztem meg, ha jól látom, mint hogy itt lenne egy ajtó. Igen. De természetesen zárva van, mert miért is ne. Pedig most is kap áramot. No, úgyhogy srácok, kb. Ennyire jöttem rá eddig. Nem tudom, hogy fogok-e vele játszani, mert mondom, nem az én világom. Ez is csak ilyen, az húzott előre, hogy tényleg a grafika. Én bevallom töredelmesen mindenki színe előtt, aki most ezt a videót nézi, hogy én az ilyen gondolkodós játékokhoz túl hülye vagyok. Nincs mit ezen szégyelni. Nem nekem való. Ezért is nem játszottam eddig ilyenekkel. Úgy van, aztán eszi a rendszert. Úgyhogy ezt a videót csak azért csináltam, hogy lássátok, hogy van ez az Unreal 4, ezt tudsz, elég sok játék fog jönni vele. Wings of Mars, Paragon, egy-kettő ilyen érdekesség. Szóval egész jó tudsz. Szerintem zseniálisan néz ki. Na, szóval ide átjöttem, ezeknek biztos lesz lényegük. Én majd megnézem valószínű videóban, valaki végigjátsz a külföldi videós. Aki gondolkozik, megnézem, aztán max kipróbálom el utána én is, hogy tényleg lássam a tájakat, mert ugye nem ez egy táj van, sokkal brutálisabb helyszínek is vannak. Úgyhogy ennyi, srácok, nem is ragozom tovább a szót. Kb. Ezekről jöttem rá egyik este bruttó 3 óra alatt, nem viccelek. Úgyhogy ezek vannak. Úgyhogy köszi a figyelmet, srácok, nem lesz ebből több videó valószínűleg, legalábbis addig, amíg én meg nem nézem valakinél, aki végigjátszotta. Remélem tetszett, megpróbáltam a lehető legjobb minőségben nektek fölvenni, remélem ez sikerült is. Úgyhogy a PC-n is jönnek a brutál grafikák, gyerekek. Ez már bőven szint. Ez már szint. De ennél csak szebb lehet, mondom, mert ez egy ismeretlen kiadó, ismeretlen játék idézőjelbe. Legalábbis számomra az volt, nem tudom mennyire volt benne a köztudatban. Annyira hype-ban nem lehetett, ha én nem hallottam róla. Úgyhogy igen, ennél csak szebb lehet. Na srácok, köszi a figyelmet, ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Szívecske a lányoknak, pacsi a fiúknak, röhögy a szarvot. Na, sziasztok, hello.